ez a három, illetve négy növény azok, amelyek a parlagfűvel összekeverhetőek. A paradicsom ugye, mint kultúrnövény, ezekkel semmi baj nincsen, a bársonyvirág vagy büdöske dísznövény, a fekete üröm, ami hasonlóan allergén és gyomnövény, mint a parlagfű, de őshonos növény, tehát nem idegen, mint a parlagfű, nem Amerikából érkezett, és ezért kisebb problémát jelent, hiszen könnyebb kiirtani, és nem annyira agresszíven terjeszkedik. A parlagfűvet azt szokták gyakran vadkendernek is nevezni. A vadkender az nem a parlagfű, hanem ez a növény a vadkender, tehát ezt is kultúrnövényként termesztették, de kivadult, gyomnövény, útszéleken, árokpartokon él. A Állami Népegészségügyi Tiszti Orvosi Szolgálat központi szervei, illetve a megyékben működő népegészségügyi szakigazgatási szervek által működtetett pollencsapdákban országosan jelenleg még nem észleltük, nem észleljük a parlagfű pollenjének a jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy jelenleg még azokat az utolsó napokat, azokat az utolsó órákat éljük, amikor be lehet avatkozni, hatékonyan lehet védekezni a parlagfű vágásával, gyérítésével, meg lehet előzni a pollennek kiáramlását, és lehet csökkenteni azok jelenlétét a levegőben, így azok az allergiás tüneteknek az előfordulási gyakorisága és súlyossága is csökkenthető, amelyek ezzel együtt járva sok embertársunk életét megkeserítik.